Hello mindenki, sziasztok, én Andi vagyok, és egy újabb videóval jöttem el nektek, ami remélem, hogy érdekes lesz számotokra, ugyanis nemrég az Epic Games-be ingyenes lett a GTA 5, Grand Theft Auto 5 ingyenes lett, és gondolom mindenki lecsapott rá, akinek volt tárhelye és jó gépe. Hogy lehet pénzt szerezni gyorsan? Nagyon gyorsan. Ezzel a glitch-el, amit én mutatom nektek, srácok, azzal 56 másodpercenként lehet szerezni 25 ezer dollárt minden 56 másodpercben. Ami nagyon sok. Kérdezhetitek, hogy honnan van ennyi autóm? Honnan van meg nekem ez az autó? Honnan van egy Lamborghini Pagassi Zentornom? Azt hiszem, ezt így hívják. Igen. Hogyan van? Hogy jó, mondjuk ez mondjuk, ezt ne nézzétek. De honnan van mondjuk ez? Tehát, igen, ezek nagyon jó kocsik, és most meg fogom nektek, srácok, mutatni, hogy tudtok ilyeneket szerezni, plusz, hogy tudtok már mire elkölteni, ugyanis nekem a mapon, itt láthatjátok, megvan a Los Santos International Hangar az reptéren, ami 1 millió fölött volt, 1 millió 200 ezer, az is megvan nekem, plusz még benne van egy több százezres repülőgép, jet van még benne. Kérdezhetitek, hogy honnan van ennyi pénzem? Most megmutatom nektek, srácok, hogy mit kell tennetek. A legelső lépés, srácok, a legelső lépés. Felhívjátok, contact, downtown cab, megvárjátok, hogy jöjjön a taxi. Yeah, hey, I need a cab. I'm sending one out right now. Appreciate it. Direkt nem csinálok amúgy semmi vágást, hogy lássátok, hogy nincsen semmi addolás, vagy valami csítelés. Meg is jött a taxi, úgy látom. Szóval ide be is szállok. És eljövünk. Várjál egy pillanat. Elfelejtettem kijelölni, szóval először mindig jelöljétek ki ezt a helyet. Ezt. Pontosan úgy, ahol én vagyok. Jó, most spammelhetitek az Enter-t, és oda fog titeket vinni. Az a lényeg, hogy ide vigyem. Most ne nézzétek, hogy mennyibe kerül. Semmi értelme. Sokkal többet fogtok keresni, és garantálom, 100%-osan működni fog. Nektek oda kell bemennetek. Szóval, első dolgotok, bementek a vízbe, direkt nem csinálok vágást az odaúszásnál se, hogy lássátok. Szóval, odaúsztok a waypointhoz. Amikor már látszódnak itt a minimapon a sávok, hogy már mély tenger, akkor jók vagytok, oda mindenféleképpen oda be kell mennetek. Szóval, itt nagyjából itt vagyok a waypointnál, nyomok egy space-t. Akkor lemegy a víz alá, körülnéztek, hogy mi van a víz alatt. És ha látok egy ilyen vas valamit, vagy vas szerkezetet, stb., akkor ahhoz mindenféleképpen úszatok oda, ugyanis ott lesz a pénzetek. Szóval, mint láthatjátok, itt van ez a vas szerkezet. És itt van tovább egy ilyen elhagyatott, lesüllyedt, régi tenger alatt járó, vagy ilyesmi. Itt az a lényeg, hogy itt van egy ilyen, várj, most felmegyek, mert nem lesz, meg fogok fulladni. Igen, gyorsan. Jó. Szóval, ahogy itt vagytok, tehát ez a pontos location, amit most mutatok nektek, ez a pontos. Itt. Ez a pontos. Ez. Innentől. Itt ez. Jó. Mint ha ez megvolt, lejöttök a vízhez, és valahol, ha még nem szedtétek fel, de már láttátok, akkor menjetek oda és szedjétek fel. Hú, felszedtétek 25 ezer dollár pluszba. Jó, ezzel még nincs vége, nem egyszer fogsz kapni 25 ezer dollárt ezzel a gyűccsel. Megnyitod, ha feljöttél, a telefonodat. Ja, amúgy ez a briefcase, ez bárhol lehet a tenger alatt járón. Jó, tehát feljöztök a tetejére, miután felszedtétek, majd előveszitek a telefonotokat. Ez nagyon fontos. Rámentek arra, hogy quick save,
itt fölötte, ahol vagytok, és a legelső slotba bementitek. Megvárjátok, még a jobb alsó sarokban legörül, és kiír, hogy Pacific Ocean, jó. Akkor ide jösszök, hogy game, load game, és elkezditek spamelni az entert, mint hogy minél gyorsabban meg tudjátok szerezni az újabb 25 ezer dollárotokat, srácok. Tehát nagyon fontos, hogy a quick save-eteket töltsétek vissza, és itt is vagyunk. Ugyanúgy lejöztök, és mint láthatjátok, mindenki respawnolt, újra itt van a briefcase, újra fel tudjátok venni, és mint láthatjátok, hozzáadta a pénzemhez, nem a régi pénzemhez adta hozzá, hanem az új pénzemhez, ahol felszedtem. Jó, quick save mentés, az előzőre is lehet menteni. Jó, megvárjátok, hogy be tudjatok ide jönni a game-re. Load game, és betöltitek a legutolsó mentéseteket, azaz a quick save-et. Ha ez megvan, akkor utána mindig respawnolni fog ez a briefcase, és a pénzetek csak nőni fog. A pénzetek nem fog visszaesni, mint láthatjátok, itt van a pénzem, 80 ezer, amit felszedtem, és mint láthatjátok, ott van újra a briefcase táska. Jöhettek fel, felszedtétek a pénzt, látom, már több mint 100 ezer dollárom van. És biztonság kedvéért úgy menjetek el, hogy vissza van töltve, és ott van a briefcase, és úgy menjetek el, ne zsebeljétek be még azt az utolsó briefcase-t is, ugyanis ha a következőnek akartok még ilyet csinálni, akkor ez így fog működni. Szóval srácok, ennyi volt ez a glitch, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Ádi voltam, sziasztok!